Kegyelem, néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség, örökkön, örökké. Amen. Szeretett, drága testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, nagypénteken, ami megváltó Urunk szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. Lélekben mindannyian megrendülve figyeljük az eseményeket, amelyeket a Szentírás igéje elénk tár, és ott van az ember szívében az a nagy kérdés, hogy ennyire szeret engem, ennyire szeret mindannyiunkat az Úr, hogy életét adta mindannyiunkért. És igen, valójában ez történt. Jézus Krisztus Isten fiaként meghalt, elszenvedte a mi bűneink büntetését azért, hogy nekünk legyen egy esélyünk az igazi életre, az Isten szerinti életre. A mai pasiós istentiszteleten gyülekezeti tagok, fiatalok, hittanosok segítségével végig vesszük, végig olvassuk Jézus Urunknak szenvedés történetét a kiosztott lapon található menetrend szerint. Sem az éneket, sem a felolvasandó igerészt én nem fogom bemondani, hanem automatikusan fogják egymást váltogatni az énekek, a felolvasandó részek, illetve nagy örömünkre szolgál, hogy itt vannak közöttünk újból Solideo Gloria kórus tagjai. Köszönjük szépen még egyszer, hogy az ő szereplésükkel is valóban közelebb kerülünk ahhoz a csodához, amit az Úr ezen a napon az ő szenvedésével, kereszthalálával számunkra elkészített. Isten tiszteletén tehát kezdjük énekelni a 345. számú dicséretünk első versét, Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Az olajfák hegyén. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. Akkor így szólt hozzájuk Jézus. Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De miután feltámadtam előttetek, megyek Galileába. Ekkor Péter így szólt hozzá. Ha mindenki megbotránkozik is benned, én soha meg nem botránkozom. Jézus ezt mondta neki. Bizony, mondom neked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter így válaszolt. Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is.
Gecsemáné kertben. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt a tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozok. Maga mellé vette Péter és Zebedus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdtek. Akkor így szólt hozzájuk, szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok velem. Egy kissé tovább ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem? Virrasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, és harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Íme eljött az óra, és az emberfia bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk. Íme közel van az, aki engem elárul. Még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a 12 közül, és nagy sokaság jött vele kardokkal és botokkal a főpapoktól és a nép véneitől. Az árulója ezt a jelet adta nekik. Akit megcsókolok, ő az, őt fogjátok el. És azonnal Jézushoz lépett, és így szólt, üdvözlégy, Mester, és megcsókolta őt. Jézus ezt mondta neki, barátom, ezért jöttél. Akkor odamentek, megragadták Jézust, és elfogták. Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, a kardjához kapott, kirántotta azt, lesütött a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellé most 12 sereg angyalnál is többet? De akkor miképpen teljesednének be az írások, hogy ennek így kell történnie? Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz. Mint valami rabló ellen úgy vonultatok ki kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok engem. Minden nap a templomban ültem és tanítottam, és nem fogtatok el. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak. Oh.
Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájáig, bement az udvarra és ott ült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz ennek a vége. A főpapok pedig és az egész nagytanás hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta. Le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt és így szólt hozzá, semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak. Jézus azonban hallgatott. A főpap azt mondta neki, az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e Krisztus, az Isten fia? Jézus így felelt, te mondtad. Sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. A főpap ekkor megszaggatta ruháját, és így szólt, Istent káromolta. Mi szükségünk van még tanúkra? Íme, most hallottátok az Isten káromlását. Mit gondoltok? Azok így feleltek. Méltó a halálra. Azután szembe köpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, és ezt mondták, profétáld meg nekünk Krisztus, kiütött meg téged. Megtagadja Jézust. Péter pedig kín ült az udvaron. Oda ment hozzá egy szolgáló leány, és így szólt. Te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta. Nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló leány, és ezt mondta az ott levőknek. Ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta. Esküszöm, hogy nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott állók mentek oda, és így szóltak Péterhez. Bizony, közülük való vagy te is, hiszen a beszéded is elárult téged. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett. Nem ismerem azt az embert. És nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki, mielőtt megszólal a kakas, 3-szor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Thank you.
Amikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták: mi közünk hozzá, a te dolgod. Ekkor ő behajította az ezüstöket a templomba, és eltávozott, majd elment és felakasztotta magát. A főpapok felszedték az ezüstöket, és így szóltak: nem szabad a templom kincséhez tenni, mert vérdíjez. Azután határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a fazekas mezőt az idegenek számára temetőnek. Ezért hívják ezt a mezőt a mai napig vérmezőnek. Ekkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása, és vették a 30 ezüstöt a felbecsültnek árát, akit ennyire becsültek Izrael fiai, és odaadták a fazekas mezőért, ahogyan megparancsolta nekem az Úr. Jézus Pilátus előtt. Jézus pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle: te vagy a zsidók királya? Jézus pedig ezt felelte: te mondod. De mikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus: nem hallod, mennyi mindennel vádolnak? Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem, úgyhogy a helytartó nagyon csodálkozott. Jézus és Barabás. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük: mit akartok, melyiket bocsássam nektek szabadon? Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak is mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a bírói székbe ült, felesége ezt üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabást kérjék ki, Jézus pedig veszítsék el. A helytartó újra megkérdezte őket: mit kívántok a kettő közül? Melyiket bocsássam nektek szabadon? Azok ezt mondták: Barabást. A Pilátus így szólt hozzájuk: mit tegyek akkor Jézussal, akit a Krisztusnak mondanak? Mindnyájan azt kiáltották: keresztre vele! Azután ezt kérdezte: de mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltották: keresztre vele! Amikor a Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a zavargás még nagyobb lesz, vizet hozatott, a sokaság előtt megmosta a kezét, és így szólt:
Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől, a ti dolgotok. Az egész nép így kiáltott. Az ő vére mi rajtunk és a gyermekeinken. Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézus pedig megostoroztatta és átadta őt, hogy megfeszítsék. Jézus megcsúfolása. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köré gyűlt. Levetköztették, bíbor színű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálát adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte gúnyolták őt. Üdvözl légy, zsidók királya! Azután leköpdösték, majd elvették tőle a nátszálat, és a fejét verték vele. Megfeszítése. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz Koponya helynek neveznek,
epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem akart inni belőle. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin, azután leültek ott és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat ezzel a felirattal. Ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: Te, aki lerombolod a templomot, és 3 nap alatt felépíted, mentsd meg magad, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha kedveli őt, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyaláztak. Tizenkét órától kezdve 3 óráig sötétség támadt az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, éli, lámá sabaktáni, azaz, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak: Illést hívja. Egyikük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte, és inni adott neki. De a többiek ezt mondták: Hagyj csak, lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse őt. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpítja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek.
amikor pedig a százados, és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak, bizony, Isten fia volt ez. Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, hogy szolgáljanak neki. Köztük volt a magdalai Mária, és Mária, Jakab és József anyja, valamint Zebedeus fiainak anyja. Jézus temetése. Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Elment Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. Akkor Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. József elvitte a holttestet. Tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és elment. Ott volt pedig a magdalai Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek. Thank you.
Keres Károly a kereszt. Keresztet a földön minden ember kap. Egyik kisebbet, a másik nagyobbat. Szülessen gunyhóba, avagy palotába. El van készítve az ő keresztfája. Az a csoda aztán, hogy senki sem látja, mi nagy a másik ember keresztfája. Van, aki könnyen hordja, még nevetni is tud, míg a másik zokog és a földre rogy. Van, aki büszkén viszi, hisz senki sem látja, hogy vérzik a válla és sebes a háta. Van, aki alázattal és lehajtott fővel viszi keresztjét Krisztusi erővel. Van, aki morogva, zúgolódva viszi, minden sarkon megáll, ha lehet, leteszi. Van, aki dicsekszik, örül, ha megszánják, hazug könnyek sokszor áztatják orcáját. Van, aki keresztjét más vállára rakja, abban a hiszembe, hogy vissza nem kapja. Van, aki félre néz, hol jobbra, hol balra, segít embertársán, ő segít, te balga. Én a keresztemet fiatalon kaptam, elfogadni hely sehogy sem akartam. Sírtam, lázadtam, még össze is törtem. Ó, csodák csodája, összenőtt előttem. Aztán felvettem gyenge vállaimra, tudtam, hogy elkísér hűen a síromba. Tövises utakon elgyengült a lábam, vittem a keresztem, meggörbült a hátam. Elestem, felkeltem, és így ment éveken át, vittem és cipeltem a nehéz keresztfát. Elmentem messzire, idegen országba, oda is elkísért a keresztem fája. Akit szerettem, azok egytől egyig kigonyulnak. Lettek ellenségeim, a tövis koszorumat a fejemre nyomják, könnyeim patakját szélesebbre ássák. Mivel a keresztemet nehéznek tartottam, ezért még hozzá egy fakeresztet kaptam. Oda van a téve jó anyám sírjára, egyből kettő lett a keresztem fája. Már megöregettem, hajam is fehér lett, de én a keresztem súlya nem lett könnyebb. Naponta növekszik a keresztem súlya, én lettem gyengébb, vagy a vállam nem bírja. Ó, sokszor, de nagyon szeretném letenni. Azt hiszem, tovább már nem is lehet vinni. Vérzik a szívem, lelkem roskad össze, de az én keresztem hozzám hű mindörökre. Cireneon Simon, ki vinni segíted, a jó Isten áldjon meg érte téged. Amikor meghalok, eltemetnek engem, letűzik síromra a nagy nehéz keresztem. Bocsásd meg, Jézusom, hogy zugolódva vittem, és most visszaadom néked a keresztem. Csak azt az egyet kérem tőled, én Istenem, lelkemet vedd hozzád, magadhoz az égbe. Thank you.
Gyertek, testvéreim, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, emberi szavakkal nem nagyon tudjuk kifejezni azt a hálát és azt a hódolatot, amit értünk tettél a Golgotai kereszten. Egyszülött fiadon, ami megváltónkon. Köszönjük neked, hogy te úgy szeretsz bennünket, hogy nem bennünket ítéltél el, hanem őt, azért, hogy a megtérőnek életet adhass, aki hozzád fut, szalad, annak pedig szabadítást és bűnbocsánatot. Hálásan köszönjük neked, Urunk, hogy mindezt te tőled hittel elfogadhatjuk. Könyörülj meg mindannyiunkon. Könyörülj meg azokon is, akik még mindig nem ismerték fel elveszett állapotukat, és meg akarnak maradni abban, ami eddig jó volt számukra. Könyörülj, Urunk, mindannyiunkon, hogy találjunk utat hozzád. Megismerjük a tőled való szabadulásnak az útját. Add, hogy minden kereső megismerje ezt az utat, és megismerje a mi bűnbocsátó Krisztusunknak végtelen szeretetét. Hódolunk előtted, Úr Jézus Krisztus, hogy azért szenvedtél, és azért haltál meg a Golgotai kereszten, hogy nekünk békességünk legyen, bűnbocsánatunk és szabadulásunk. Értünk tettél mindent, Urunk, és az értünk való szenvedésed megújítja a mi hitünket, meggyógyítja a mi szívünket, vigasztal minket gyászunkban. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy mindent megtettél azért, hogy nekünk reménységünk, örök életünk, tőled való igazi életünk legyen. Köszönjük neked, Urunk, hogy a legnagyobb mélységből is lehet hozzád kiáltani. És aki te hozzád kiált, attól te el nem fordulsz. Szeretnénk mi is így jönni te hozzád, hogy valljunk téged Urunknak, Királyunknak, Mesterünknek, Megváltónknak. Köszönjük, hogy nálad mindig lehet újat kezdeni. Ezért kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy ne tudjanak bennünket, a minket megkörnyékező bűnök, vétkek lehúzni, hanem maradjunk a te közeledben, és lássuk meg a te végtelen szabadításodat. És hisszük, Urunk, hogy egyszer majd eljön az a nap, amikor megtapasztalhatjuk, mit jelent bűn nélkül élni örökké. Áldunk, hogy addig is megtartasz bennünket kegyelmedből, megerősítesz minket, és nem hagysz el bennünket semmiképpen. Kérünk, hogy a hétköznapok során ennek a hitnek a bizonyosságában éljünk, és ennek a hitnek a bizonyosságával tudjunk szolgálni mások felé is. Így áld meg az ünnepre való készülődésünket, hiszen tudjuk, nagy péntekkel nincs vége mindennek, hanem jön a feltámadás, a reménységünk, amely a miénk is lehet Jézus Krisztus feltámadása által. Így erősíts meg bennünket ebben a hitben. Jézus Krisztusért, az értünk szenvedett és meghalt Urunkért kérünk. Hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretett drága testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, Isten tiszteletünk végén én szeretném megköszönni a szolgáló testvéreknek a szolgálatát, fiataloknak, hittanosoknak, felnőtteknek, gyülekezeti tagoknak. Jó volt mindannyiunknak feleleveníteni azt, hogy ennyire szeret bennünket az Isten. És külön köszönöm Solideo Gloria kórusnak közöttünk való szolgálatát, és a kórus vezetőjének is a hajlandóságát. Jó volt újra hallani önöket, titeket, és reméljük, hogy erre a későbbiekben is sor fog kerülni. Isten áldja meg mindannyiótoknak, mindannyiuknak az életét, hiszen tudjátok, mit jelent a Solideo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. Járjatok ennek a követeként, és tegyük ezt mi is mindannyian, ne csak nagypénteken, ne csak ünnepre készülve, hanem a leghétköznapi helyzetekben is legyünk az Úr Jézus Krisztus bizonságtevői. Hirdetem a testvéreknek, hogy húsvét ünnepén a szokott időben 10 órai kezdettel tartunk istentiszteletet, úrvacsorás istentiszteletet, készüljünk így ünnephez méltó módon, magunkat megalázva, bűneinket magunkban felelevenítve, hogy oda tudjuk vinni az Úr elé, és húsvét másodnapján pedig szintén 10 órától ünnepi istentiszteletre hívjuk és várjuk a kedves testvéreket. Az Úr áldása így legyen mindannyiunkkal, most pedig fennállva vegyük, fogadjuk az ő áldását. Mert nem veszendő dolgokon, aranyon vagy ezüstön váltottatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Amen. Áldás, békesség, Isten áldja meg mindannyiunk életét, az Úr legyen gyülekezetünknek is, mindannyiunk életének őriző pásztora.